Ha szeretnél menő PG-17-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-17-es termékeket sorsolni. Gyerünk, gyerek is! Jó, gyerünk, menni kell! Úristen, hogy köszöntem, baszahén! Jézusomnak! Gyerünk, srácok, futunk el, nem fogjuk elérni a buszt, el kell érnünk a busz, várjátok, ne, elfogja kajám, kajálni kell, jó, oké, menjünk, hol van a busz, ott van a busz, még ott áll, még el tudjuk érni, gyerünk, léci, értel, nem akarom lekésni, mindenki utál buszt lekésni, én is utál a buszt lekésni, jó, gyerünk, oké, az első ajtón kell felszállni, megvan, halluja, jó napot, megjöttem, kell, itt kell egyet venni, vagy nem tudom, nem tudom, mindegy. Jó napot, köszi! Mi van itt? Leszállási szándék, kérjük, időben jelezze, jó van. Nem majd előrendek mutassa a bérleteket? Bérleteket? Nem már, nekem nincsen bérletem. Nem már, nekem nem mondta senki, hogy mindegy, mert csöndbe. Reméljük, hogy... Uram, jegyellenőr úr, vagy buszsofőr úr? Mindig szokott jönni itt jegyellenőr, vagy csak néha? Az úgy érdekelne esetleg. Általában? Jó, akkor nagyon reménykedünk benne, hogy most nem jön, mert akkor le kell szállni. Jó van, oké. Nem akar elindulni, uram? Ne! Miért fogom ki? Szerintem én le is szállok. Jó, oké. Legalább ahhoz vagy elsőnek, jó? Én szerintem leszállok. Jó napot! Azt hiszem, hogy jegyeket és bérleteket. Jó napot! Azt hiszem, hogy téves járatra szálltam fel. Szerintem leszállok, jó? Szerintem rosszra jegyeket és bérleteket. Elhagytam az a helyzet, és jó. Oké, én itt eljátszadozok. Jaj, kis nyugi. Jó, oké. Ha menekül, ront a helyzeten. Jó, uram, figyeljen, az a helyzet, hogy én nem tudtam, hogy kell bérlet, meg ilyenek, meg hasonló. Van nálam, ne nézzem ilyenek. Nem tudtam, hogy kell, honnan tudtam volna? Minecraftban honnan tudjam, hogy kell egy bérlete a buszra? Most tudom, hogy hol lehet izélni. Én nem szeretném magát megmintetni. Jó, van húsom, tudok önnek adni. Ez nem, hogy elég bérletet mutasson. Nem már, ne szívassatok. Honnan mutassak magának bérletet? De már. Várjon, azonnal hozom. Nem tudom, nincs ötletem, az a gond. Nincs itt valahol valami cukornád, vagy valami legalább? Ez mi? Ez a bérletem, nézze? Azt mondták, hogy ez jó. Ezt így elfogadják, vagy nem tudom? Remélem. 10.000 forint. Vagy miért 18.000 forint? Mi a? Ne már! Várjon, Oké, azonnal pódi. Jó, oké, rendben, nagyszerű, csodálatos, csak hadd hozzak már valami ízét. Esküszöm, lehet, hogy beveszi, hogy szerzek egy cukornádat. Oké, nem úgy, hogy elfutottam, na mindegy. Nagyon jó lenne, hogy a busszal el tudnánk valóban jutni, mert azért az fontos lenne. Istenem, legalább haza tudnánk jutni, vagy valami, de kiégek, még egy cukornát sincs a közelben, mindenki megszivat! Miért kell engem szivatni? Most a követ az ellenőr. Nem már. Nem már, nincs sehogy cukornád. Állj! Nem akarok megállni! Nem akarok még büntetve lenni! Mindjárt elfogyom, hogy a kajám, szóval muszáj lesz megállnom. Jézusom, mekkora nagy kanyom van itt. Jézus Isten, jó, Oké, megáll... Jaj! Jó, oké, megállok. Megállok nyugalom, nem kell mitől tartania. Én egy átlagos utas... Jaj, és vaskarddal, most komolyan? Hallod, te ezt nem tetted meg, hogy vaskarddal fenyegetsz meg ilyenek. Azért ez túlzás, legyen már itt valahol egy cukornád. Miért nincs sehol se cukornád? Istenem! Ne a ilyenkor szívasson meg a sors! De ilyenkor szívat meg sehol nincs cukor. Jó, megadom magam! Ah, ne már! Jó, megadom magam, megálltam. Ne, jó, nyugi kis, nyugi, nem kell megölni, mert meg fog téged ölni. Elég volt, értem. Jó, oké, megálltam. Nincs semmi gond, 20 éve menekül. Mi az, hogy 20 éve menekülök? Nem menekülök 20 éve. Konkrétan 2 perce menekülök szerintem, vagy 1 perce. Plusz-minusz 20 év. Igen, szerintem igen, mínusz. Na mindegy, na jó, akkor mondja, hogy most mi lesz, jegyellenőr úr. És akkor, nem tudom, én követem az utasításait. Mert igazából fogalmam sincs, hogy mit kell tennem. Meg hogy kéne tennem. Hát rossz híreim vannak. Na mi az a rossz hír? Mondjad,
Gondolom, mi vagy izé, most meg fogsz engem fenyegetni? Vagy nem tudom, vagy börtönbe fogsz csukni, vagy nem tudom, vagy még több izét kérsz, pénzt kérsz, gondolom. A BKK bünteti durván. Jól van, bünteti, előbb már hallottam 18 000 forint meg ilyenek. Na, inkább adja oda a cseket, és akkor én itt sem vagyok, és akkor hadd utazzak a buszon. De nagyon durvábban. Jó, rendben, oké. Utazhatok a buszon, hogyha megbüntet legalább? Mert haza akarok jutni? Nem. Nagyszerű. Akkor... Istenem, neki semmi értelme nincsen. Meg is büntetnek, de még izé, mert halál is lehet a bünti. Mi az, hogy halál? Te beteg vagy. Hagyjál békén. Mi az, hogy Jézus Isten, de hagyjatok már békén. Nehogy már. Piac, hogy halál büntetés, te jó, én kiégek. Én nem bírom. Ezt nem bírom. Állj meg, és megmentek. Jó, megálltam, tessék. Megálltam, ments meg, vagy nem. Jó van. Megálltam, na ilyenkor mit kell csinálnom? Ennyi? Gyere velem, jó, követlek. Itt egy barlang. Jézusom. Itt van fákja, ez nem jól kezdődik. Jaj, ne már. Ezt én magammal viszem, jó? De lehet, hogy még jól jöhet. Mi ez? Ez egy börtön? Te be akarsz engem zárni egy börtönbe? Miért akarsz engem bezárni egy börtönbe? Figyelj már, nem lehet nem maradni annál a 18 000 forintos büntetésnél, és mert bűnöző vagy. Mi az, hogy bűnöző vagyok? Istenem. Srácok, úgy nézek ki, mint egy bűnöző. Azt hittem, hogy fel lehet rászállni, de hát nem tudtam. Jegyed, Önör úr, kérem. Ne tegye. Kérem, ne tegye. Ne már. Itt kibírok legalább valahogy jutni. Jaj, de ugye ez annyira... Mi a... Ne szívastok már, hogy ott van komolyan egy chest. Nem hiszem el. Jézusom! Komolyan egyből... Most azzal ott fogom úgy örködni? Vigye magával a korcsát. És milyen korcsát? Kiszabadulok, véged van! Érted? Véged van! Jegyellenőr, húristen, korcsozza a kutyámat. Na jó, nézzük meg amúgy, hogy itt mi van. Nem áll, befettem. Na jó. Mi van ott a ládába? De amúgy annyira vicces, hogy egyből megtaláltam a ládát. Vasrács. Nem állj, vasrács van! Mit érek a vasrácsokkal? Vúf. Mondjad kis! Mindegy, nem hiszem, hogy ez... Wuf, létra. Létra? Hol van létra? Milyen? Ja! Itt felbírnám magamat vele ásni? Nem rossz ötlet, kis! Jó, menekülj érzel... Lol, itt van létra, kajak van létra. Ezt hogy láttad te meg? Én nem láttam. Mi az? Meg rács! Ja, ez az! Jó, meneküljek ki és zárjam be! Wow, kis, te egyre okosabb vagy! Viszont itt fent ideig nem fény volt, na mindegy. Menjünk szerintem akkor valahogy fel, vagy nem tudom. De azt gondoltam, hogy Wuf, ilyen a kutya élet. Ja, gondoltam. Mert megpróbálok akkor kijutni. De az a kérdés, hogy hogyan zárjam be? Értem azt a részét, hogy kijutok meg ilyenek, de... attól még nem tudom szerintem bezárni. Haj, éhes vagy? Miha? Jaj, vissza kell mennem. Észre fogja venni, hogy kijutok. Vissza kell mennem. Hello, igen, éhes vagyok! Jaj, ne! Meghalok, éhen halok, Jézusom! Segítsen! Ott nincsen semmi amúgy. Nincs semmi. Én próbáltam, itt sódert találtam, és abból lépédgettem. Remélem is. Igen, tudnál adni kaját? Kérlek! Nem. Úristen. Úristen, adják kaját! Amúgy van nálam 52 hús, nem, mindegy. Gratulálok. Jó van. Aludjál. Jó van, alszok, persze. Jó, húzzunk innen el. Amúgy az a kérdés, hogy most értem, hogy kijutok, meg ilyenek, de... ettől függetlenül én most hogyan zárjam be? Várjátok amúgy, hogy a háttérben mennék. Na várjátok, van egy nagyon-nagyon jó ötletem. Mi lenne, hogyha most mögé kerülnék? Mondanám, hogy... Vagy nem tudom, így... Beszélne hozzám, vagy bármi, vagy... nem tudom, hogy ezt hogy érni már. Ha elkezd engem keresni, akkor bemegyek mögé. Várjátok, van egy nagyon-nagyon jó ötletem. Várjátok, oké, gyors, vissza kell mennem, az létrákat kiütnöm. Gyors a létrákat, hol jöttem fel? Na már nem emlékszek arra, hogy jöttem fel. Itt jöttem fel. Jó, a létrákat gyors kiütöm. Oké. Na várjátok, ez így most nehéz lesz. Mindegy, jó, ezt is szépen kiütöm. Azt is kiütöm. Oké. Wuf, menj mögé és rács. Igen, ezt akarom. Majd bemegy megnézni, leellenőrizni, hogy ott vagyok-e, mert gondolom majd csak egyszer észreveszi, hogy nem vagyok ott. És akkor majd hátra megyek és bezárom, és nem tud feljönni a létrán. Jó, ez jó lesz, megvan a taktika. Jó, már csak meg kéne várni, hogy oda menjem. Jó, oké, maga a bányába zárd. Mi az? Maga a bányába zárd. Ja, nem rossz ötlet, jó. Igazából ez sem rossz ötlet amúgy kis, de mindegy, én bonyolultabban gondolkodtam. Wuf, jó van. Oké, te ügyesebb vagy. Na jó van, oké, és
Igazából oké, okay. Szerintem így eléggé, jó, így, szerintem így oké, okay, nem? Srácok, így bezártam, ja. Jó van, be van zárva a szem. Alszol? Nagyon ezt hiszi. Elmenekültem, haha! Ja, Istenem, csóró. Ott bent a létre, ott fel tudsz mászni, haha, vagyis ott másztam fel. Te is fel tudnál, ha akarsz, de nem vagy olyan okos. Jól, lol, ez sok forint. Annyi pénzem nincs, de neked se lesz, haha. Jó van, elmenekültem, azt hiszem. Na látok, most kíváncsi vagyok, hogy megpróbál felmászni. Jézusom, csóró. Na, mi a? Jó van, ez így nagyon nem lesz jó, srácok. Mit csináljak? Várjatok. Ez így nem jó, ez így nagyon nem jó. Hogy mászott fel? És miért mászott fel? Ne, elfölt a kajám. Állj, nem állok meg, biztos, hogy nem állok meg. Hagyjál békén, nem fogok megállni. Hagyjál békén. Öljük meg ki is, gyerünk. Ne, ha, megvan, meghalt. Ha, megöltük. Oké, mehetünk bosszozni. Istenem, fúf, szép munkaja. Jó napot, buszsofőr. Megoldott a helyzet, és azt hiszem, hogy jöhetek. Ja. Meg lett a jegyem. Igen, mehetünk. Hát, srácok. Úristen, ez komoly videó volt. Na jó van, srácok, hogy tetszett a videó, akkor dobjuk egy lájkot. Akárhol csak megy, csak kegyelem. Mi az? Ja, igen, persze, ja, igen, nem tudom, ezt kimondta, de mindegy. Na jó, srácok, köszönöm, hogy itt voltok a videóban, hogy tetszett, dobjuk egy lájkot, hogy szokszol a csatornámra, és ne felejtsétek el, hogy ez a videó után kezdődik a következő videót Dani Kalandó csatornámon, ott találkozunk, és lehetek jók és szép estét, és jó hétvégét, és pihenést, és ne felejtsétek el, hogy a holnapi napon jön egy különleges videó, ugyanis a minden egyes videóm elején egy különleges bevezető lesz, remélem, hogy várjátok. Na, sziasztok!